Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A koronavírus fertőzés hatására több intézkedést vezetett be a polgármesteri hivatal annak érdekében, hogy csökkenjen a vírus veszély. Emellett a leginkább érintett korosztály, az idősek védelmében a város az ellátásukról is gondoskodik. Bátaszéken több mint 900 időskorú ember él. Az ő ellátásuk a jelenlegi helyzetben az önkormányzat feladata. Ezt a feladatot a gondozási központ bevonásával végzi a város. Mindenfajta kormányzati kommunikációból is kitűnik, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály az a 70 éven felüliek. Ezért a város csatlakozva a meghirdetett programokhoz és akciókhoz elindította azt, hogy a 70 éven felüliek ellátásáról gondoskodni kíván. Ez természetesen kellenek a 70 éven felüliek, hiszen abban az esetben tudjuk biztosítani az ellátásukat, amennyiben ők vállalják, hogy 14 napig nem hagyják el az otthonukat. Ha erre úgymond nyilatkozatot tesznek, akkor a város a gondozási központ segítségével megszervezi a mindennapi ellátásokat, ami a bevásárlásról, ebédjüknek a kiszállításáról, a gyógyszerüknek a beszerzéséről szól. Erre vonatkozóan a városnak a különböző elektronikus oldalain már a felhívást közzétettük. Ott meg vannak jelölve a telefonszámok, meg vannak jelölve e-mail címek, ahol a kapcsolatfelvételt meg lehet kezdeni, azaz lehet jelentkezni a programban való részvételre. A város elvégzi a szükséges napi bevásárlásokat, a szükséges gyógyszerek beszerzését és a meleg ebéd kiszállítását. Ezek a bevásárlásoknak az eredménye, tehát az eljuttatás az a következő napon történik. Heti két alkalmat tudunk biztosítani, tehát ahogy említettem, keddig a meghatározott időpontig jelentkezik, annak szerdán, aki csütörtökön meghatározott időpontig jelentkezik, annak pénteken történik a kiszállítás. Ebéd tekintetében természetesen folyamatosan minden nap biztosítjuk. Látjuk, hogy ezt a feladatot azért a gondozási központ létszámával nem tudjuk megoldani, ezért kérjük azon önkéntesek segítségét, akik természetesen nem fertőzöttek, nem betegek, nem veszélyeztetett területről érkeztek haza. Ha is amennyiben éreznek ösztönzést arra, hogy segítséget nyújtsanak, azok is a megadott telefonszámon és e-mail címen jelentkezzenek. Őket a bevásárlások lebonyolításába, illetve a bevásárlás termékeinek a kiszállításába kérjük majd, hogy kapcsolódjanak be, ezzel is segítve a program sikeres végrehajtását. A Bátaszéki Önkormányzati Hivatal jelenleg zárva tart. Az ügyintézést az előadók otthonról végzik. Akinek beadványa van, a hivatalban működő ügyeleten teheti meg. Telefonon és e-mailben van lehetőség az ügyfeleknek akár kérelmet benyújtani, vagy tájékoztatást kérni bármilyen ügyben. Hétfőtől egyfajta otthoni munkavégzés kerül elrendelésre valamennyi hivatali dolgozó vonatkozásában. Ez pontosan azt fogja jelenteni, hogy minden nap kettő köztisztviselő fog a hivatal épületében tartózkodni. Az ő feladatuk a postának a napi szinten kibontása, beszkennelése, egy elektronikus felületet minden dolgozó otthonról el fog érni, ahová egyébként ezek a dokumentumok beszkennelésre kerülnek. Így fogják látni napi szinten a kérelmeket, azokat az e-maileket, amik hatóságoktól érkeznek, ügyfelektől érkeznek, ezeket is továbbítjuk, illetve ide szkenneljük. Aki iktat, az szintén ezen a felületen fogja elérni a napi postát, és beiktatást követően az ügyintézőknek egy külön mappába fog mindenkinek kerülni a rávonatkozó ügy. Tehát a munkavégzés folyamatos lesz, rendelkezésre állási kötelezettségük otthonról lesz a köztisztviselőknek. Reggel 8-tól délután 4-5-ig ugyanebben a formában, ahogy itt a hivatalban is dolgoztak. A vezetők konferencia beszélgetéseket fognak elektronikusan végezni, vezetői értekezleteket így fogjuk megtartani, és az utasításokat telefonon, illetve e-mailben fogjuk a köztisztviselők részére kiadni, határidők megjelölésével, amin belül kell ugye a feladatot elvégezniük. Kérelmeket, nyomtatványokat a portán
ugyanúgy át lehet majd venni. Az épületnek az ajtai zárva lesznek, az ablakon keresztül tudjuk kiadni majd ezeket a kérelemnyomtatványokat. Tehát portaszolgálat mindig lesz, minden nap. A hivatal nem csak az idősekre figyel, hanem segítséget próbál nyújtani a helyi lakosok számára is. Olyan döntés született még szintén a veszélyhelyzettel kapcsolatban, hogy május 31-ig a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban egy határidő meghosszabbításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy pótlékmentesen lesz lehetőség ennek az adónemnek a befizetésére. Tehát késedelmi pótlékot semmiképpen erre az időszakra nem fogunk felszámolni senkinek, hogyha május 31-ig megtörténik a befizetés. Aki házasságot kíván kötni, és még nem jelentkezett be, egyelőre nem áll módjában. Aki pedig nem akarja későbbre halasztani esküvőjét, ők az átmeneti rendelkezés értelmében két tanú jelenlétében köthetik össze életüket. Az egészségügy megfeszített munkával dolgozik a koronavírus veszély elhárításán. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal kevesebben keresik meg a rendelőket, mint korábban. A jelenlegi helyzet sok mindent meg fog változtatni a jövőre nézve. Pató András orvos Bátaszék mellett több környező településen is ellátja teendőit. Azt mondja, nagyban lecsökkent azon emberek száma, akik személyesen jönnek el a rendelőkbe, a bejelentéseket sokkal inkább telefonon mondják el a betegek. Az elmúlt 2-3 hétben lehet tapasztalni azt, hogy egyre több megkeresés történik felső légúti infekciókkal. Jelenleg influenza járvány is van, megfázásos tünetek is vannak, és mellette óhatatlanul gondolnunk kell arra, hogy esetlegesen koronavírussal fertőzött beteg is lehet a környezetünkben. Egyelőre nálunk, a mi körzetünkben koronavírusos beteg igazolt nincs. Voltak esetlegesen gyanús betegek, akikről kiderült, hogy nem koronavírussal fertőzöttek. Rendelő szintjén ezt úgy tűnik, hogy megértették. Sajnos úgy látom, hogy a üzletekben, illetve az utcákon ez nem teljesen így van. Pánik helyzet. Én úgy érzem, hogy még nincs, és reméljük, hogy nem is lesz. Pató doktor azt mondja, a vírusfertőzés az élet több pontján hoz majd gyökeres átalakulást. Ilyen lesz az egészségügyi ellátás rendszere is. Alapvetően meg fognak változni a szokásaink, és ezek a szokások valószínűleg tartósan meg fognak változni, esetleg véglegesen meg fognak változni. Az emberek észrevették azt, hogy bizony vannak olyan veszélyek, amik leselkednek ránk, amire nagyon oda kell figyelni. Ezért talán jobban figyelünk egymásra, jobban figyelünk arra, hogy sok felesleges dolgot ne tegyünk meg, és így elképzelhetőnek tartom, igen, hogy a közeljövőben, illetve a távoli jövőben is meg fognak változni a szokások. Központilag elrendeltek olyan rendelkezéseket, amik minél jobban védik az egészségügyi dolgozókat, hiszen a legnagyobb veszély az, hogy egy egészségügyi dolgozó megbetegszik ebben a vírusban, akkor ő lesz a fő gócpont, és ő lesz a fő terjesztő. Ezt mindenféleképpen szeretnénk elkerülni. Ennek következtében, illetve ezért hoztak olyan döntéseket, amit egy kicsit furcsa lehet a betegeknek, de tulajdonképpen egy telefonos konzultáció történik a legtöbbször, amit szintén nagyon jól megértettek az emberek, és nagyon sokan keresnek minket telefonon, elmondják a tüneteket, kikérdezzük őket, és ezáltal bizonyos fokig tudunk diagnózist mondani. Természetesen ez nem ugyanaz, mint hogyha teljes vizsgálat történne, ezért nagyon kell arra figyelnünk, hogy egyéb más megbetegedések ne sikkadjanak el, és ne az történjen, hogy esetlegesen emiatt valaki hátrányba kerül. Az, ami pár héttel ezelőtt még kérdéseknek az első kérdés volt, hogy járt-e külföldön a beteg, volt-e külföldi kapcsolata, ez most már nem reális, hiszen tulajdonképpen Magyarország egész területén jelen lehet a koronavírus, és ezért itthon el lehet kapni másoktól. Ezért az a legfontosabb, hogy mindenki próbáljon meg elszigetelődni egy kicsit, otthon maradni családtagjaival, és nem összejárni, nem elmenni, és ez ugyanúgy szól a fiataloknak is. Már a leginkább védett korosztálya a gyerekek, ám teljes védelmet ők sem élveznek, mondja Omak Terika, gyerekorvos. A legnagyobb veszély, hogy az erős immunrendszerrel bíró emberek, bár nem betegszedek meg, hordozói a vírusnak. Senkiről nem tudjuk, hogy hordozó-e, mert nagyjából tünetmentesek. Ezért illik megfogadni azt a mostani jó tanácsot, hogy mindenki maradjon otthon.
Nálunk még ez nem volt. Én a híradásokban nem találtam ilyen adatot, hogy kit visel meg jobban, kit nem. Egy adat tűnik abszolút biztosnak, hogy az idős, legyengült és a legyengült immunrendszerű emberekre akár halálos is lehet. Egyetlen módon lehet megvédeni saját gyermekeinket, azzal, hogy otthon marad mindenki, aki csak megteheti. Semmi egyéb védekezési módszer nem ismert jelenleg. Tehát, hogyha betartjuk a higiénés rendszabályokat, gyakori kézmosás, ez folyik most már a csapból is, nem megyünk maximum közterületekre, udvarra megyünk ki, nem megyünk boltokba, nem találkozunk csoportba verődött emberekkel, zárt légtérbe. Tehát ezen egyszerű, apró biztonsági intézkedésekkel tudunk csak védekezni. Nem megyünk gyerekkel biciklivel boltba, ilyen egyszerű a történet. Lehetőség szerint otthon maradunk, és csak mi megyünk, hiszen hát az orvosi rendelőkbe, itt a tanácsadóba is az a mostantól a kiírt, nem is tudom, hogy szokás, tehát azt tartjuk be, hogy egy gyerek, egy szülő, és egyedül tartózkodik a váróba is, ha és amennyiben ennél nagyobb a forgalom, a többiek a szabad levegőn. Mi pedig, mondja Omachtedika, a fertőtlenítéssel védjük önmagunkat és a gyerekeket. Egy hete annak, hogy a gyerekek otthon vannak és az új oktatási rendszerben tanulnak. A tapasztalata az, hogy a szülők, a pedagógusok és a gyerekek együttműködésével lehet elsajátítani a tananyagot. Az elmúlt héten bevezetett digitális átállási rend részletei még folyamatos kidolgozás alatt állnak. A pedagógusok újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagodnak, és ennek megfelelően vezetik be a különböző módszereket annak érdekében, hogy a gyerekek minél hatékonyabban sajátíthassák el a tananyagot a jelenlegi körülmények között is. Teljesen más, teljesen újszerű, mind a nevelőknek, mind a gyerekeknek, ez, a szülőknek ez egy teljesen szokatlan mód, amihez fel kell készülni mind a három félnek. Nevelő, gyerek, szülő. Együttműködni kell, a tapasztalatunk az, hogy jelen pillanatban még a szülők nagyon figyelemmel kísérik a gyerekek munkáját. Minden osztályfőnök fölvette, minden nevelő, nem csak osztályfőnök, mindenki fölvette a gyerekcsoporttal a kapcsolatot. Akikkel netalántán az interneten keresztül nem tudunk kapcsolatot részesíteni, azok papír alapon kapják meg hetente egyszer a tananyagot. Visszajelzések is jönnek a gyerekektől, szépen oldogatják a feladatokat, szülők segítségünket kérik, arra megpróbálunk akár Facebookon, akár ilyen videó csetelésen keresztül tájékoztatást adni. Nagyon sok nevelő videófelvételt is készít, amit a gyerekek tudásához igazít, és amiben útmutatást ad nekik a feladatok végzéséről. Itt az aznapi feladat. És itt van egy YouTube. Az interneten számos feladat megtalálható, és a pedagógusok maguk is készítenek változatokat a könnyebb érthetőség kedvéért. Másképpen kell gondolkodni a pedagógiai munkáról, mondja Májel Istvánné. Át kell nekünk is állni egy újfajta módszerre, sokkal nehezebb. Mert itt a személyes kontaktus van, a gyerek azonnal visszajelzést tud adni, ha nem érti. Itt pedig bizonyos idő eltellik, hogy visszacsatolást kapjunk, hogy ez mégsem egyik másik gyereknek nem ment. Szerintem teljes egészében erre nem lehet átállni. A személyes kapcsolat elengedhetetlen. A legnehezebb úgy megszervezni az ismeretanyagot, hogy ne jelentsen nagyobb gondot se szülőnek, se gyereknek. Látom, hogy a szülő ott ül a gyerek mellett, és közösen gondolkodnak, közösen oldják meg a feladatokat, de némelyik szülőnek ez nagyon nagy gondot jelent. Egy új tananyagot megtanítani így nagyon nehéz. Tehát nagyon sokat kell búvárkodnunk az interneten, hogy megfelelő digitális tananyagot is találjunk a miénk mellé, ami segíteni őket. Egyházzal odébb a II. Géza gimnáziumban idegen már be se teheti a lábát. Sümegi József igazgató azt mondja, az elmúlt hét arra volt jó, hogy kidolgozzák a távoktatás részleteit. Én azt gondolom, hogy ez minden iskolában résztvevő partnert új helyzet elé állított, pedagógust, szülőt és diákot egyaránt,
Ugye korábban is voltak már olyan kapcsolattartási, online kapcsolattartási formák, amelyeket a kollégák alkalmaztak. Én azt gondolom, hogy ennek most a rendszerbe állítása történik, de hát nem egyszerű. Tehát én a múlt hét arra szükség volt arra, hogy egyáltalán ezek a csatornák felálljanak és működni tudjanak. Én azt látom, hogy az a kapcsolattartási forma, amely központilag rendelkezésre áll az Elkréta rendszeren keresztül, az a kezdeti ijedelem után nagyon jól működik. Tehát én kértem is a kollégákat, hogy a házi feladatokat mindenképpen ezen keresztül adják föl, illetve mai napra született meg egy olyan idősávbeosztás, amelyben a videócsetes órákat be tudtuk osztani. Hát ezekhez is nyilván alkalmazkodni kell, arra is figyelembe kell lenni, hogy elképzelhető, ahol mondjuk több gyermek van a családban, és mondjuk egy online eszköz, ott ez problémát jelenthet, és hát nyilván nem szabad azt elvárni a diáktól, mint amit egy nappali rendszerű tanulási formában, tehát azt se lehet kívánni, hogy mondjuk valaki 8-tól estig a képernyő előtt üljön, tehát én mindenképpen mérsékletre kértem a kollégáimat. A gyerekeknek pedig hetente küldök, ma is küldtem egy videóüzenetet, amiben kicsit bátorítom őket, hiszen a sikeres tanévzárásnak, sikeres érettséginek csak az lehet a feltétele, hogyha mindenki ezt komolyan veszi, és partner ebben a munkában. Bátaszék gasztronómiájának egy szeletét és viseleti kultúráját mutatjuk meg a következőkben. Ezek részei a település és a megye értékeinek is. Bátaszéken sokat tesznek a helyi értékek védelméért. Nem véletlen, hogy amikor első ízben rendezett Tolna megye, Vára megye címmel értéknapot, a város a kiemeltek között volt a legtöbb értéket összegyűjtő települések rangsorában. Az idei rendezvényen a viseletek kerültek a figyelem középpontjába. Ugye mi egy sok nemzetiségű település vagyunk, azt lehet mondani, hogy tájak és kultúrák találkozása Bátaszék. Ennek megfelelően ma is mind a három népcsoportnak a képviseletét elosztuk, hiszen itt vannak a felvidékiek, itt vannak a székelyek, itt vannak a svábok, népviseleti ruhában is érkeztek a fiatalok. A standunkon bemutatjuk mindazokat az értékeket, amelyek Bátaszéken megtalálhatók. A Bátaszéki Értéktárbizottság aktív részese és tagja a megyei értéktárbizottságnak. Nagyon sok olyan értéket tudtunk a felszínre hozni, ami fontos Bátaszéknek, és úgy gondolom fontos a megyének is. Ez mind építészeti értékben, mind szellemi értékben, mind gasztronómiában meg tud jelenni. Ma a gasztronómiában is egy kuriózumot hoztunk, egy Kradunk Knédli elnevezésű sváb ételt. Ez egyébként egy húsos gőzgombóc. Nagyon ízletes, nagyon finom. Valószínűleg ez sem már a régi recept, hiszen a több nemzetiségi településből adódóan lehet, hogy ez már egy kicsit átalakult és változott, de ettől függetlenül Bátaszékre jellemző, nagyon finom és érdemes megkóstolni. Incsiklandozó specialitás előtt azonban következzen egy rögtönzött viseleti bemutató. Kezdjük a sort a felvidékiekkel. Ezek a ruhák, amik most rajtunk láthatóak, ezek a régieknek is az ünneplő viseletei voltak. Tehát mi ebben most táncolunk, de valószínűleg ők a tánc alkalmakkor nem ezeket a ruhákat viselték. Ezek ünneplős viseletek voltak, vasárnap a templomban, illetve ünnepi alkalmakkor viselték őket. Magyar bődi viseletet látunk itt a Vikin. A fején lesz egy nagyon érdekes ruhadarab, ez azt hiszem, hogy egyedülálló, egy nagyon egyszerű, de nagyon csinos és szép, hát fityulának mondjuk mi, majd lehet majd látni egy szép négyzetes alakú, egyedülálló, ilyen más feléjét nem használnak, menyecskék hordták. Ugye a nyakában látható a gyöngycsor, és ez a felső, amit a Viki visel, ez eredeti. Ez egy eredeti darab, amint látszik, selyem anyagból készült. Magyar bődieknél, a lányoknál vagy menyecskéknél nagyon fontos kiegészítő a keszkenő. Egyébként tánc közben is egy fontos eszköz, nagyon földobja a táncot, ezzel szépen tudnak integetni. Illetve, ami még egyedülálló és különleges, az a köténye, ez az áttört hímzéssel. Ugye nem csipke, de ahogy látjátok, lyukak vannak rajta, tehát ez az áttört hímzés. És a másik különlegessége, hogy nem szögletes a kötény, hanem íves végű. A szoknyája is szintén egy selyem szoknya, és ugye hát hordtak többféle lábbelit is
a nők régen. A mi lányaink leginkább a csizmát szerették, de a magyar bőrön ez egy eléggé jellegzetes viselet volt, tehát a női csizma, ez látható most a vikén. Rajtam egyébként szintén egy felvidéki viselet látható. Magyar bőr az a keleti részen van, viszont ami rajtam van, az igazsághoz hozzátartozik, az a nyugati részről való Nagycsallóból, Bátaszék testvér települése, eredeti darab a mellény és a nadrág. 1938-ból, ennek így nagyjából ismerem a történetet, egy bácsinak az esküvői öltönye volt. Amint látható, ugye dupla soros, ez nagyon nagy divat volt abban az időszakban, ugye 30-as, 40-es évekről beszélünk. Igazából azért lehet fölvenni a magyar bődéhez, mert a férfi viseletek azok kicsit egységesebbek voltak. Ugye a férfiak azok mozgékonyabbak voltak az asszonyoknál, az asszonyok otthon voltak, a férfiak járták ugye a nem csak hogy a szomszéd falvakat, hanem messzebbre is eljutottak, tehát ők hamarabb kivetkőztek, kicsit egységesebb volt a viselet, főleg már ebben az időszakban, a 20. századnak majdnem a közepéről beszélünk. Valamint ugye ez az úgynevezett pricses nadrág, ugye pricses nadrág a neve, de hát ugye a magyar nép így magyarította, a pricses nadrág látható rajtam, és tipikus felvidéki fazonú csizma, ami annyit jelent, hogy aránylag magasan és egyenesen záródik a csizmaszár. A Bátaszéken élő németség ruhái az évszázadok alatt egyfajta viseletté nőtte ki magát. Ezt mutatták meg az érdeklődőknek. Ahogy látható, ezek a csipke mintázatok megjelennek akár a felső részen, akár a fejkendőn, illetve szintén a kötényük szélén is ugyanúgy megjelenik. A fiú viselet is, mint ahogy látható rajtam, az is szinte egységes. Tehát lehet úgy mondani, hogy akárhány táncsoportot megnézünk, ugyanez a szín dominál bármelyik táncsoportnál, ugyanez a fekete-fehér viselet. Nálunk az ing az egy budgyos ujjú ing lesz, a mellényt hordunk mellé pitykegombokkal, illetve csizmanadrágot, valamint ugye a csizmanadrághoz ugye táncos csizmát viselünk, illetve kalapot hordunk a fejünkön. Ez a viselet, amit rajtunk is látható, ez kimondottan egy bátaszéki viseletnek számít. Ugye szerintem nagy különbség nincs a német viseletek között. A Bátaszéken élő székelyek egy eladó sorban lévő lány viseletével ismertették meg a nagy érdeműt. Liszírozott kasmír szoknya, amit rokajának mondtak akkoriban. Egyébként ez már nem házipari szövet, úgyhogy nem tükröződik annyira vissza az ősi székely színvilág, mint a mellényen, amit egyébként lájbinak hívtak. És az ingen láthatjuk, illetve a pántlikával kötött kendő nélküli hajviseleten az, hogy eladó lányról beszélünk, hiszen az ingén itt a tásztit figyelhetjük meg, és a díszítések pedig a házi szőttes bukonyi székely párna minták motivumait tükrözi vissza. A fiatalabb lánygyermekek azok színes hímzéssel ellátott ingeket hordhattak, akkor az eladó lány az még ilyen piros, és akkor később ez a színek sötétettek. Tehát egy idősebb asszony az már kék vagy zöld, még idősebb fehér hímzésű ingbe járhatott csak. Tehát ez egy ilyen eladó sorban lévő lány. Ez pedig egy férfi viselet. Mellény, itt is visszaköszön a vörös-fekete, a harisnya, ami gyapjú, zsinórozással és egy csizma, meg kalap ez összeállítás. És ahogy az évek hosszú sora alatt kialakult egymás tisztelete a közösség tagjai között, a fiatalok ugyanezzel a gondolatisággal, az értékek közös megélésének tudatával várták az érdeklődőket, büszkén mindarra, melyet az őseiktől átörököltek és tovább vittek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!